Bár finom falatoknak látszanak, egyáltalán nem biztos, hogy egészséges az étel. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adatai szerint az élelmiszerek okozta megbetegedések nagyjából 70%-a a háztartási higiéniához, vagy tulajdonképpen annak a hiányához vezethetőek vissza. Ezért fontos, hogy a megfelelő információkat hatékonyan tudja a hivatal eljuttatni a lakossághoz, ugyanis a háztartáson belül sok kockázatos pont emelhető ki. Az egyik ilyen kockázatos pontnak például a hűtőszekrény tekinthető, ez egy nagyon fontos központi eleme a konyháknak, viszont sokszor nincsen megfelelően beállítva a hűtőszekrénynek 0 és 5 Celsius fok között kell működnie, de az sem mindegy, hogy mennyire tesszük tele a hűtőszekrényünket, hogyha túl zsúfoljuk, akkor nem lesz megfelelő a hűtőkapacitás, illetve még az sem mindegy, hogy mit hová helyezünk el a hűtőszekrényben, és azt is ki kell emelni, hogy ennek a tisztaságára is oda kell figyelni. A klasszikus élelmiszerbiztonsági szabályok betartása különösen az állati eredetű élelmiszerek szempontjából fontosak. A Debreceni Egyetem Élelmiszertudományi Intézetének korábbi tanulmányából kiderül, a legnagyobb rizikófaktorral a tojás és a tojástartalmú ételek, a több összetevőből készült ételek, valamint a baromfi húsból készült ételek bírnak, ezért kell elkerülni a kenődéses szennyeződést. Minden élelmiszercsoportba tartozó ételt egymástól elkülönítve kell tárolni, több vágódeszkát érdemes használni, és a maradékok helyes felhasználására is törekedni kell a megbetegedés elkerülése érdekében. Pontos odafigyelni, hogy amennyiben megmaradt valamilyen étel maradékról van szó, akkor ezzel is nagyon körültekintően kell bánni. Meg kell várni, amíg eléri azt a hőmérsékletet, amelyen már nem károsítja a hűtőszekrényt, viszont nagyon sokat nem érdemes felni, amint lehűlt be kell tennünk a hűtőszekrénybe, valamilyen jól zárható edénybe betenni, és érdemes ráírni azt, hogy mit és mikor tettünk el. Ennek különösen nagy jelentősége van, hogy valamit lefagyasztunk, nagyon gyakori az, hogy különböző jégkrémes dobozok találhatók az emberek fagyasztóiban, amiben már nem tudják, hogy mi volt található, esetleg valamilyen szilveszteri vagy karácsonyi étel, és amikor az ember benéz a fogyasztójába tavasszal, akkor érdekes meglepetések várhatnak ott rá. Az Élelmiszer csak okosan programot 8 éve indították útjára. Különösen nagy hangsúlyt fektettek a fiatalok oktatására, hiszen náluk a rossz szokások még nem rögzültek be. Az élelmiszerekkel kapcsolatos higiéniai szabályokat úgy érdemes oktatni a gyermekeknek, hogy a korcsoportok változó igényeit is figyelembe veszik. Foglalkoztató füzeteket, kiadványokat készítettek matrica csomaggal, a nagyobbakat pedig a közösségi médián keresztül érték el.